estét kívánok! Eleinte olyan kétharmadrész záporos és egyharmadrész derűsebb időszakok mennek át a holnapi délutánon egy fordított arányba, amikor alapvetően vagy nagyobb arányban már napos idő várható, méghozzá füllet meleg, és közte a füllet meleg órák között lesznek átmeneti záporos félórák, amikor is a záporok elég hevesek lehetnek. Most éjszaka viszont még zömmel erősen felhős és foltokban hevesen záporokkal tarkított, sőt, zivatarok is előfordulnak ezen az éjszakán, ami előttünk van, a hőmérséklet magas lesz. Holnap délelőtt a keleti ország részben ilyen felhők között bujkáló napsütésben is reménykedhetünk, de többször valószínű záporeső, ugyanakkor nyugaton holnap délelőtt még alapvetően borús idő várható, ismétlődő záporokkal, köztük hevesekkel, és délután kezd el fölszakadozni a felhőtakaró, de sajnos nem lesz különösebb szél, tehát most egy kicsit korrigálnom kell az eddigi friss szombat délutáni szelet, úgy látszik, hogy nem lesz számottevő szél, mégsem kedvez a szörfösöknek, vitorlázóknak az időjárás ezúttal. Vasárnapra a nyugati kétharmad az országnak már jó háromnegyed rész naposnak látszik, ugyanakkor a Tiszántúlon még délelőtt elég kiadós eső valószínű, majd aztán vasárnap délután ott is előre láthatóan kisüt a nap, és egy elég kellemes hét kezdet valószínű. Amennyiben még további kérdésük lenne, tudják, íme az elektronikus levélcím, ahova ha írnak, én válaszolok. Persze nagyon tömören, ugye nem bocsájtják, megbocsátják nekem, hogy nagyon tömören. Terüs éjszakát!